Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Cucorelli Endre, költő, író, egykor egy rövid ideig politikus, de közéleti ember mindenképpen, szervusz. Szervusz. És nem is tudod visszafogni magadat, ugyanolyan intenzitással figyeled a politikát, a közéletet, mint amikor az LMP-nek voltál képviselője? Vagy azért az egy más világ? Az teljesen más volt, akkor tulajdonképpen más dolgokra nem nagyon tudtam figyelni, tehát a saját ügyeimre mégiscsak íróként mégiscsak írnom kellett volna, vagy írni szerettem volna, tehát ez nem nagyon sikerült az ott a 2,5 év alatt, és nyilván nem lehet összehasonlítani a mostani figyelmemet az akkorival, de kétségtelen, hogy azért figyelgettem. Annál is inkább be szoktak hívni számomra ismeretlen oknál fogva különböző műsorokban, ahol hát mégiscsak valamit kell mondanom. Mert ráadásul téged olyan helyre is elhívnak, ami abszolút kormánypárti, vagy még a kormányon is túlpárti, és elmész. És leülsz beszélgetni olyanokkal, akikkel, hát nem biztos, hogy mindenki leülne. De te vállalod ezeket, nem, egyrészt nem félsz a vitáktól, másrészt pedig, és akkor itt jön a kérdés, miért gondolod, hogy ennek van értelme olyanokkal beszélgetni, akik valószínűleg érvekkel nem nagyon meggyőzhetők, vagy voltak olyan tapasztalataid, hogy de igen, te azért el tudtál érni némi eredményt. Hát ebben a kérdésben sok kérdés van, tehát először is... Így próbálom a 10 kérdést behoztani, hogy egy kérdésben több legyen. Szóval azért megyek el, mert mikor úgynevezett politikus voltam, tehát a parlamentben voltam, akkor figyeltem azt, hogy bizonyos képviselők, ugye felelős politikusok, mikor meglátnak egy számukra nem szimpatikus médiumot, akkor menekülő lefogják, effektív elfutnak. Hát híres szegény Gulmai Zitának a híres futása, azt talán mindenki ismeri, hanem akkor nézze meg az interneten, szegény. Nagyon sajnáltam különben, de hát nem kell elfutni, hanem oda kell menni. Hát el is lehet sompolyogni, mint például Karsai Dániel, amikor betolták a parlamentbe, vagy bement a kerekes székével, hogy beszéljen néhány fideszes képviselővel, meglátták, és így mentek el jobbra-balra, nehogy véletlenül szóba kelljen állni. Ezt katasztrofálisan tartom. Természetesen, hogy bemegyek a jelen, magyar jelen tévébe, vagy bemegyek a Hír tévébe, vagy ide-oda, hát kapok is ért a pofámra, gondolhatod az interneten, de hát, hogy mondjam, nem az szóval a legjobb. Szóval ez az alapállásod, hogy mindenkivel szóba állsz. Nézd, de ugye a másik ebben a kérdésben kvázi benne van a válasz is, hogy igazából az ember nem azért beszélget, nem azért vitatkozik valakivel, hogy meggyőzze, persze az milyen szép lenne, de olyat nem pipáltam, hanem azért, hogy több okból. Egy, hogy a saját véleményedet, hogyha beszélsz, akkor artikulálod, strukturálod, és összeáll. Tehát egyfajta struktúrában áll össze. Ha nem beszélsz róla, vagy csak olyanokkal beszélsz, akivel, ahogy szokták mondani, fél szavakban is megértetek egymást, akkor nem artikulálod. Ha pedig így bombáznak, böködnek, hátba szúrnak, akkor egyszer csak összerakulnak. Érdekes módon. Ez egyik. A másik az, hogy ugye az ilyen beszélgetős műsorok azért inkább a közösségnek szólnak, mármint annak, akik nézik, és ezeket a műsorokat 100 000-vel nézik az emberek, ki tudja miért. Ezen is el szoktam néha gondolkodni, inkább Mozartot hallgassanak meg, Tolstoyt olvassanak, de mindegy, csinálják. Ugyanakkor meg tapasztaltam számos esetben, tehát nem kevés esetben, hogy megszólítottak utcán, meg szoktak szólítani, ugye nem a könyveim miatt, nem a verseim miatt, meg nem a regényeim miatt, hanem a hogy láttak a tévében, és milyen jó volt, meg hogy egyáltalán nem értek magával egyet, mondja, de akceptálom azt, hogy korrektül beszél, stb. Tehát, hogy mondjam, egy olyan fajta diskurzus nagyon hiányzik szerintem, illetve az hiányzik ebben a közéletben, amelyik nem eleve, a másikat nem eleve gonosznak, illetve ostobának tartja, hanem megpróbálja, valami empátiával fordul oda, megpróbálja a másiknak valami módon a világnézetét megérteni. Nem kell vele egyetérteni ennyi szóval ettől még,
De hogyha egyáltalán nem érted meg, akkor egyszerűen akkor baj van. Most én abból indulok ki, tehát ilyen jó hiszeműségből indulok ki, hogy mindenki, nem azért mondják az emberek, amit mondanak, mert tehát nem ilyen egyszerű a világ, hogy megfizetnek téged, és akkor azt mondod, amit kell mondanod, hanem egyszerűen tényleg így gondolják, és aztán persze, amikor beszélnek róla, akkor már az árnyaltság az elmúlik. De az ilyen beszélgetések szünetében nagyon érdekes diskurzusokban volt részem, tehát ott rögtön visszajöttek, tudod, és elkezdtek normálisak lenni. De amikor megint kamera előtt voltak, akkor megint... Akkor megint kiabálni kell, meg igen, szórni az átkot a másikra. Például volt egy fickó, akivel teljesen jóban voltam, úgymond, hát érted, ilyen szavasz, meg minden. És egyszer műsor közben föltettem neki azt a kérdést, hogy oké, egy olyan dolgot mondjál, de egyet mondjál minimum, amiben nem értesz egyet a Fidesszel, kérdeztem ezt, és sose fogod, vagy lehet, hogy eltalálod, hogyha ott hosszan gondolkozol. Azt mondta a fickó, hogy abban nem értek egyet, hogy nem vagyunk elég kemények veletek. Most itt tényleg, itt nyugodtan lehet mondanod azt, hogy kösz szépen, hello, hát itt így nem lehet beszélgetni, de én ezt is egyfajta malíciával, humorral tudomásul, igen. Értelek, és tulajdonképpen bár nem tenném meg ugyanezt, de megértem, és elfogadom. Hallottam tőled azt, hogy te bármikor milyen szívesen beszélni, mondjuk az Orbánnal. Hát abszolút. Azért más kérdés. És nyilván azért, hogy meggyőz. Nem azért, nem, hanem hogy legalább a kérdésekkel szembesüljön. Mert az, hogy ott ül a magyar rádióban, és ezt már tévén vagy videón is lehet látni, és akkor előtte a jegyzetfüzet is lapozgat, hát ez teljesen azt sugallja, hogy hát ezek a kérdések, ugye egyeztetve, most lapozok, most ez a kérdés jön, ugrok tovább. Pedig tudna ő fejből ugye is válaszolni, és százezerszer több dolog van a fejében információként, mint amiről én akár tudhatok szóval is. Szóval nem értem ezeket a fiúkat, nem értem, mert egy kicsit normálisabban viselkednének, lazábban, emberibben, megengedőbben, nem rögtön az ellenséget keresnék, hanem az ellenfelet. Ugye a futball, én régi futballistaként szoktam mindig mondani, hogy nem legépuskázni kell az ellenfél csapatát, hanem meg kell verni. Jobbnak kell lenni egyszerűen, és megbecsülni azt, hogy nem rúg beléd, nem rúg föl, te se rúgsz belé, ő alatt nem ütsz, és itt olyan nem köpöd le, meg, és millió dolgot tudnék mondani, de itt nem ez megy sajnos. És ez nagy probléma, mert hogyha olvasod mondjuk Mészáros Kálmánnak a parlamenti tudósítását a 19. század második feléből, akkor látod, hogy ott kőkemény, nagyon brutális akciók mentek a patkón belül, de utána kimentek csibukozni. Tehát akkor meg kártyáztak, meg mindent. Tehát volt egy emberi izé. Azon kívül még hogyha megengeded, egy példa van, egy T.S. Eliot nevű angol költő, ezt nyilván mindenki ismeri őt, már csak a macskák musicalből is ismeri mindenki, és neki van egy zseniális eszékötete, meg az a cím, hogy a kultúra meghatározása, ez a magyar címe. És ebben van egy mondat, ami így szól, hogy ha a parlamenti demokráciát fenn akarod tartani, akkor együtt kell ebédelned az ellenzékkel. Ez szerintem nagyon mély. Együtt kell ebédelned az ellenzékkel, ami azt jelzi, azt jelképezi, túl azon, hogy tudnak beszélgetni, és esetleg valami minimális konszenzusra tudnak jutni bizonyos dolgokban, túl ezen azt jelenti, azt jelzi a társadalomnak, hogy itt nem arról van szó, hogy ki kell egymást írtanunk, meg karóba kell egymást húznunk, mint a kurucok meg a labancok, hanem arról van szó, hogy van egy közös probléma halmaz, ami újra és újra keletkezik, és ez a közélet, ez az élet, ez a politika, és ezeket az ügyeket kéne oldozgatni. És ezt csak úgy lehet oldozgatni, hogyha valami minimális konszenzusra tudunk jutni, szerintem. Lehetett más a politika? Kérdezem ezt tőled, mint egykori LMP-s képviselőtől, mert az ember azt látja, hogy bár LMP létezik, de a politika nem, hogy nem, hát illetve folyton változik, de
most például Magyarországon hosszú ideje rossz irányba, egyre olyanabb, vagy egyre ugyanolyanabb, mint régen volt, és csak nézzük, hogy hogy lehet. És akkor az az őszinte, reménykedő elvárás, hogy hát legyen más, hát próbáljuk közösen, próbáljuk érvekkel, próbáljuk egymással vitatkozva, demokratikusan, a másikat tisztelve, hát ez egy naív óhaj marad, azt látva, amit 14 éve. Előtte is nyilván, de most az elmúlt 14 évben végképp zajlik. Hát ezzel nem tudok vitatkozni, naív óhaj, mely naív óhajhoz én ragaszkodnék. Tehát én mindig azt szoktam, szóval szoktam mondani, hogy bizonyos fajta naivitást, ami nem egyenlő a hülyeséggel, azt fönn kell tartanunk magunkban. Tehát még egyszer mondom, egyfajta jó hiszeműséget, még azokkal szemben is, akikkel nagyon nehéz ezt a jó hiszeműséget fönntartani, mert azt gondolom, hogy minden ember ember, mindenkiben van jó és rossz, és hát el lehet tolódni valamelyik irányba, az kétségtelen, de azt gondolom, hogy mindenkiben nyilván vannak olyan elvetemültek, akikben nem, de az emberek 99,99%-ában van jó elem is. És ezt meg lehet támadni, hogy így mondjam, úgy értem, hogy... Ki lehet belőlük hozni, hogyha az ember nagyon akarja, és, vagy nagyon hitartó. És rá lehet mutatni, és attól mindenki érzékenyül szerintem, hogyha benne... Ha megtalálja valaki más benne a jót, és nem. Ő meg fölfedezi magában, hogy így tényleg ez szóval benne ez van. Szóval antropológiailag vagyunk így kalibrálva, hogy úgy mondjam, tehát ezzel nem akarok semmi újdonságot mondani. És nézd, igenis, én a lehet más a politika szintagmába, hát szerettem be, az nagy szó, de mindesetre ez nagyon bejött nekem. Tehát, mert igenis, meg kell próbálni, és ha nem megy, akkor megint, és ha nem megy megint, ez a Sisyphos effektus, hogy fel kell görgetni a követ, és az legurul, de mégiscsak ezt kell csinálni, hiszen ez az élet, hogy próbáljuk 5-6-ra jutni. Aztán persze meghalunk, tehát semmi. Nincs euréka, meg jaj, győztünk, meg egyáltalán fogunk győzni, hanem meghalunk szépen, de legalább addig valamit csináltunk. És lehet más a kultúrpolitika? Hát a mostanihoz képest persze azt mondanám, hogy ha nem lehet más, hát akkor nagyjából hamarosan vége is lesz, de amit itt a kultúrpolitikában is csinálnak, és nyilván nem ez az elsőrendű, amit az emberek észrevesznek, és nem ettől horgadnak föl a rendszer ellen, mert sokkal több és látványosabb bajuk van. Elég bajka. Igen. De a kultúrpolitika, hát az is valami egészen elképesztő irányt vett. Okay. Na, maradjunk ennél a részben. Jó, maradjunk ennél, ez sokkal jobban érdekel és izgat. És itt most felmondhatnám a leckét, amit mindig mondanak, hogy így meg úgy. Én inkább megfordítanám a dolgot, és azt mondanám, hogy szerintem mi is, akik a kultúra iránt elkötelezettek vagyunk, az a társadalomnak egy viszonylag szűk szegmense, de mi magunk is baromira felelősek vagyunk a helyzetért, mert mi nem teszünk meg eleget annak érdekében, hogy a kultúra megint szép legyen, fölragyogjon, a helyére kerüljön, a szexi legyen, izgi legyen, izgalmas legyen, hogy nagy dolog legyen egy írói lét, vagy egy színészi lét. Ma egyszerűen ezek Na de hogy tudod ezt megcsinálni, úgy, vagy miért a te felelősséged, vagy akár az enyém, hogy ez nem így van, amikor a színházi életre az állam, a párt, a kormány rátenyerelt, és, ugye, és szinte csak éppen lélegezni hagy egy pár önálló. Annyira tud az állam bármire rátenyerelni, egyébként ez nem csak a kultúrára vonatkozik, hanem mindenre, az egész politika ilyen, amennyire mi állampolgárok. De hát ott a pénztől függ, a színház is nagy részben a pénztől függ, nem tud igazán fennmaradni egy társulat pénz nélkül, pénz pedig általában az államtól tud mennyi, csak jönni. Mennyi időnk van? A filmben még inkább, mondom, szóval hogy lehet? Teljesen igazad van, így van, tehát akkor az első lépés. Természetesen, főleg egy viszonylag kis létszámú populációnál a kultúrát azt az álladalomnak, illetve hát az önkormányzatoknak is
kőkeményen fenn kell tartani, illetve támogatni kell azért, mert mi nem vagyunk piacképesek kellőképpen egy angol nyelvű kultúra, vagy egy akár német, vagy francia, vagy spanyol. Hát az egy... Több tízmillió potenciális, ja, vagy több százmillió potenciális olvasóval, persze. Ja, ez az egy-két millió potenciális olvasó, ez egyszerűen nem tudja piacilag fenntartani a kultúrát a mostani helyzetben. De hogy a mostani helyzet miért ilyen, az szerintem a mi felelősségünk is. Tehát az, hogy nincs a kultúránban, a kultúra aktorairól beszélek, tehát arról mondjuk most ex-has mondom, milyen jó lenne egy szociológiai, innen mondom a szociológusoknak, hogy csináljanak egy jó kis felmérés, hogy hányan élnek abból, hogy létezik magas kultúra, hányan. Tehát, hogy akik tanítják, a írók, a festők, a száztagú cigányzenekar, és így tovább. Tehát van egy mondjuk ex-has mondom, mondjuk 100-120 ezer ember. Na most ez nagyon sok ember. Ennyi nem fér be a Puskás stadionba. Ennyi nem fér be. Tehát ez sok ember. Ezek az emberek valami módon rájönnek arra, hogy a saját felelősségükre, például arra, hogy milyen gáz az, hogy nincs kölcsönös érdeklődés, hogy a disziplinák között, tehát mondjuk az író meg a festő között, most csak mondtam valamit, hogy a színészek és a zenészek között nincs átjárás, nincs érdeklődés, kellő érdeklődés, nincs szolidaritás, hogy egy kortárs festő vernisszázsára elmegy 30 ember, és nem 3000 ember, és így tovább. Tehát nem 300 ezer emberről beszélek, csak 3000-ről. Ez mind azért van, mert a piac arra szorít mindenkit, hogy ő jól járjon. És azt gondolja minden ember, hogy neki kell jól járnia, és arra már nincs ideje, energiája, stb., hogy mondjuk a testében szavazva valami fajta szolidaritást vagy együttműködést javasoljon más disziplináknak. Azon kívül természetesen van egy politikai törés a kultúreaktorain között, meg van egy természetes ilyen féltékenység, irítség. Ezek mondjuk normális emberi dolgok, ezzel nincs bajom, de az, hogy ilyen típusú szolidaritás hiány van, ez valami gáz. Biztos, hogy van, bár ugye eszembe jutott erre az író és festő között nincs kapcsolat, azért az Eszterházi Szűcs Miklós például. Na most ugye van ez a mondás, hogy a kivétel az... Jó, erősíti a szabályt. Ez nem igaz. A kivétel gyengíti. Ez egy hülyeség. Szerintem ez a szintagma. A kivétel gyengíti a szabályt, tehát ez például egy szabálygyengítő kivétel, hogy nincs szolidaritás, mert a fent említett urak például szolidárisak voltak egymással. Igen. Egymással. Hát de ez két művészeti ágnak is valamiféle szolidaritása lehetett. Oké, hiszen de ez egy műben is kifejeződött. De ez egy, én azt mondom, hogy egy vadidegen ember vernisszázsára elmegyek, mert láttam a képeit, érdekel, nem azért megyek el, mert a barátom, hanem azért megyek el, mert. Vagy egy vadidegen ember felolvasó estjére megyek el, vagy egy vadidegen kortárs darabot, szerző által írt kortárs darabot megnézek, vagy egy mai magyar filmet megnézek. Tehát nem várom, hogy kapjak egy szabad jegyet, hanem veszek egy jegyet. Vagy veszek egy verses kötetet, évi kettőt, ami annyi, mint évi két sörözés. Tehát ez nincs meg. Tehát akkor nagyon hosszú lehet, tudnám igen, ezt mondani. Igen. Nem lehet, hogy azért nincs, mert mondjuk, ha visszagondolunk én vissza tudok sajnos a 60-as, 70-es évekre, talán még egy kicsit te is, nem annyira. De ha mondjuk egy modern festő, egy modern szobrász, aki nem a szocialista realizmus szellemében alkotott, megjelent és kiállításhoz jutott, akkor az egy esemény volt, ha tetszik, politikai vagy szabadság iránti állásfoglalás, szabadság melletti állásfoglalás, amit mások is meg akarhattak erősíteni, az egyszerű néző is, meg az író is, meg a filmes is, hogy na, ennek a festőnek az absztrakt kiállítására elmegyek, még akkor is, ha nem biztos, hogy szeretem ezt, de tudom, hogy ez a szabadság, a művészi alkotó erő és a rendszerrel szembeni kiállás. Na most... Ma ilyen
már nincs. Na most ez nem is hiányzik nekem. Arra úgy, Gyuri, ez az, hogy a politika akkor, ahogy írj Gyula metaforájával, ugye a vízügyi hivatal szerepét is el kellett, hogy játssza, mert nem volt felelős magyar intézményrendszer, politikai intézményrendszer, nem volt parlament, stb. Ez nem hiányzik nekem egyáltalán el. Ez a 19. századi állapot, amit 20. században is, és 50-es évektől egész a rendszerváltásig fönnállt, tehát hogy a politikusok, vagy politikai szerepet kellett vállalniuk az íróknak, és nagyon sok író nem azért lett író, mert ő író akart lenni, hanem mert nem tudott politikus lenni. Mert csak így tudta elmondani, amit akart. Merem állítani, hogy mondjuk egy fekete Gyula, például nem azért lett író, mert ő mindenképpen regényeket akart írni, hanem mert neki volt egy ilyen nemzeti hivatása a tekintetben, hogy fogy a magyar. Csak egy ilyen példát mondta. De én nem ezt hiányolom, azt hiányolom, hogy például a két háború között volt 500 irodalmi kávéház Budapesten, és ott az írók, a zenészek, a festők, a színészek, az újságírók ott ültek egy asztalnál, jobban voltak, egyik írt a másikról, egyik lefestette a harmadikat, lehetett udvarolni a színésznőknek, és így tovább. Tehát volt egy ilyen élet, és odafigyeltek ezek az emberek egymásra, ma ez nulla. Na most, tehát, ha ez a társadalom, ez a, még egyszer mondom, százezres populáció, amelyik kétszer meg tudja tölteni a Puskás stadiont, ez valami módon elkezdene öntudatra ébredni, hogy ilyen hülye mondjam, tehát elkezdene nagyon erőteljesen egyfajta szolidaritás effektust mutatni, akkor a politika számára, a végrehajtóhatalom számára hirtelen érdekesekké válnak. Most nem vagyunk érdekesek, azért nem, mert látja a politikai hatalom, tehát az a végrehajtóhatalom, amelynek a kezében van a kezében vannak az erőforrások, hogy hát ezek úgy is marakodnak, úgy is hát szétesnek. Hát sokkal egyszerűbb lefizetni ezt az írót, azt a filmest, azt az énekest. Hát a saját klientúrájának odalöki azokat az erőforrásokat, amiket még nem vont el, sőt most még be is tett egyébként, mert erre térjünk ki egy félmonatra, hogyha nem felejtem el. És a többi meg, az meg csinálja, amit akar. Tehát így na de akkor hogy legyenek szolidárisak? Úgy, így, pont ezért. Hogy... Azok, akik megkapják a kormánytól, a hatalomtól a pénzt, hogy te csináld, mert nagyon jól hát, csinálod, igen, ide hívunk, oda hívunk, ezt kiadjuk. Milyen jó lenne, ezt... ha ők is korrektek hát lennének. Csak ők lehetnének szolidárisak, mert a másik hogy legyen velük szolidáris? Nem. Akitől éppen elveszik. Te is meg tudsz venni egy könyvet, egyet egy évben, vagy ötöt, kortárs szerzőktől. Hát hogyne, meg is veszek, figyelj. Csak azok nem biztos, hogy az államtól, vagy az állam által vannak Gyuri, finanszírozva. De nem kell, hogy az állam által legyen finanszírozva, de pont ez a lényege. Tehát pont az a lényeg, hogyha mondjuk lenne az értelmiségben, most nem csak a művész társadalomban, hanem a magyar értelmiségben, egy olyan tudat, hogy a kultúrát azt fenn kell tartani. Fenn kell tartani, mert azon áll minden. Arra kell bazírozni, az a bázis. Tehát a kultúra, az agrikultúra a szóból van, a földet meg kell művelni, mert egyébként éhen halunk. Rájöttek az ősemberek egy bizonyos pillanatban, hogy nem lehet csak, hogy leszedni a banántfáról. Meg nem esik le be a sütgalom a szádba. Tehát egyszer a kultúra innen van, hogy művelni kell. Ez az alap. Erre kéne bazírozni. Ezt az értelmiségnek, ugye azt nevezem értelmiségének, nem azt, akinek diplomája van, hanem azt, akinek van egyfajta ilyen, hogy ki tudja dugni a fejét a saját probléma halmazából, és szélesebb perspektívája van. Ezeknek az embereknek ezt föl kellene is ismerni, és még akkor is támogatni a kortárs kultúrát, hogyha önmaguk esetleg idegenkednek, mint a te példádban, mondjuk az absztrakt festőtől, akkor is el kell menni a vernisszázsra, akkor is jegyet kell venni így meg úgy. Van egy nagyon jó kis történetem, azt meg gyorsan elmondom, ez a nagyon híres történet, hogy amikor a Szép Szó című lapot akarták csinálni, ugye a 60-i Bertalan, aki 60-i Lajosnak annyi unokatestvére volt, az Ignotus Pál, meg a Fejtő Ferenc, akkor elmentek a GYOSZ, Gyáriparasok Országos Szövetsége elnökéhez, Báró Korin Ferenchez, és mondták neki, hogy Báró úr, akarjuk ezt a lapot csinálni. Báró becsöngette a titkárt, és kiállított egy 20 ezer pengős csekket. Abban az időben, amikor havi 200 pengő fészel, az ember könnyen viccel.
És erre megkérdezték a három megilletődött fiatalember a bárótól, hogy báró is hány példányt küldessünk a címén, és erre azt mondta a Corin, hogy uraim, én csak németül olvasok. Tehát nem azért támogatta, mert hogy valami hasznot várt, mert most egy gazdag ember megvesz egy képet, mondjuk egy kortárs festettől, hál' Istennek, jó teszi. De ma az irodalom, az kiesik a horizontjából, mert ott nincs közvetlen haszon, közvetlen megtérülés. Ez a probléma. Tehát én nagyon a polgári etoszra bazíroznék, tehát arra a polgári attitűdre, amelyik fölismeri azt, hogy a kultúra fenntartandó, és akkor is kell rá áldoznom anyagilag, hogyha... Na, és hogyha ez a belátás megképződne, akkor rögtön nem kéne mindent az államtól várni. Mi még nyakig, vagy idáig, orrig bele vagyunk ágyazva a szocializmusba. Mi még mindent az államtól várunk. Egyáltalán nem kéne ezzel foglalkoznunk. Az államnak persze kötelessége ezt csinálni, de hogyha mi egyszerűen elkezdünk úgymond megpróbálnánk függetlenedni ettől a függéstől, akkor hirtelen sokkal érdekesebbé válnánk az állam számára is. Hát hogy győzöd meg a korinbárókat, de főleg, mert azok is félnek attól, hogy hova adják a 20 ezer pengőjüket, de főleg azt a szerinted 100 ezer embert, maradjunk a 100 ezernél, hogy legyetek szolidárisak, nézzétek meg a filmjeiket, olvassátok a könyveiket. Hát én úgy győzöm meg, hogy most belemondom a kamerába, és elmondom neked ezt a véleményet. Hát, hogyha 100 emberből egy azt mondja, hogy hát tényleg egy kicsit jobban oda kéne figyelni, és nem csak a saját bizniszre. Kukorelli Endrének köszönöm szépen.